Természetesen nem csak mi ketten fogunk a mézről beszélgetni, hanem hívtunk vendéget, ahogy szoktuk. Viszlai Andrea érkezik hozzánk. Gyere szépen, Andi! Szia! Dr. Honey! Szia, Andi! Sziasztok! Mitől lesz Dr. Honey egy méz? Tudományos? Tulajdonképpen tudományosan nekünk már ezt bevizsgálni nem volt szükséges. A neve onnan ered, hogy a gyógyhatásait szerettük volna valamilyen módon megjeleníteni, hogy bárki, aki ránéz, akár idehaza, akár a nemzetközi piacon ezekre az üvegekre, rögtön tudja, hogy mi van benne. És van különbség méz és méz között, és a mézek gyógyhatása az változhat? Így van különbség, tehát nem csak az ízük, színük, hanem a gyógyhatásuk is változó. Attól függően, ugye, hogy melyik növényről gyűjtik a nektárt a méhek, ez mindig változik. És milyen hatások vannak? Csak hogy akkor kerüljünk vele tisztába, hogy mondjuk akácmézet a náthás időszakban fogyasztok, és akkor van-e olyan, ami gyulladáscsökkentő, vagy mit tud a méz? Gyulladást csökkenteni mindegyik tud. Tehát ez egy alapvető tulajdonsága, ugyanúgy egy egyszerűbbnek nevezhető virágméznek, mint mondjuk egy édesharmatnak, vagy selyemfűméznek, vagy hársnak. Ja, ezen kívül van még fajtától függően, ugye a hársméz egy olyan Jolly Joker, amit azért az ősztől, mondjuk nagyjából a tavaszig terjedő időszakban nagyon sokan fogyasztanak, nagyon sokak kedvence, mivel hogy az összes légúti betegségre leginkább ezt szoktuk ajánlani. És bocsánat, hogy még a doktor jelző ugye arra is utal, hogy ezeket a finom mézeket hivatalosan tényleg úgy kéne, hogy mondjuk minden nap egy kanállal, kvázi orvosságként megeszed, és akkor kerül a szervezetbe az a sok jó dolog, meg enzim, meg vitamin. Tehát ugye mondjuk hőkezeléshez, sütéshez azért nem ezeket a mono... Igen. Tehát azért a mi kínálatunkat nagyjából úgy válogattuk össze, hogy ízükben is nagyon különbözzenek egymástól a mézeink, illetve gyógyhatásukban is. A legegyszerűbb az mindig a virágméz szokott lenni, ugye ami kettőt nagyon ismer mindenki, virág és akác. Vegyes virág. Igen, a vegyes virág. Igen. A vegyes virág az ízben azért háttérbe szorul, de ne felejtsük el, hogy abban viszont nagyon sok gyógynövény is benne van. Tehát az egy ilyen tutti fruttinak szoktam nevezni. Az a multivitamin. Abszolút. Ízében ugye az egy ilyen konvencionálisabb, nem annyira detektálható, hogy mégis milyen íz profilja van. Tehát talán ez egy ismerjük, mint a méz íz. Igen, de vegyes. De tökéletes arra, hogy egy teába beletegyük, ugye, amikor nem az ízt akarjuk feltétlenül élvezni, vagy sütéshez használjuk, erre tökéletes. A többi ilyen egy növényről gyűjtött, amit a Zsófi is mondott, hogy monoflorális, ezeknek már nagyon különbözik egymástól az íz profilja, és például, hogyha selyemfűmézet nézünk, mondjuk abból hoztam is egy üveget. Hogyan? Hársból van. Van hárs is. A hárs meg egyszerűen muszáj megkóstolni, mert én még ennyire florális, hársízű mézet tényleg életemben nem kóstoltam, és egy picit azt is megérti az ember, hogy valóban az egy növényről szedett méznek mi a hozzáadott értéke, vagy mi a különlegessége. Úgyhogy nekem ez egy nagy... Én beszélek, te kóstolsz, igen. És azt nagyon sokan nem tudják, ugye, hogy a magyar méz is annyira különlegesen jó minőségű, hogy ugye nagyon sok kimegy egyébként külföldre, és ott egy kicsit így feltuningolják, vagy arra használják, ugye, hogy a közepesebb minőségűeket, de aztán utána az soha nem jelenik meg, hogy az egyébként eredetileg magyar mézből lenne, mert azért ezzel sokszor találkozunk, ugye mindig, igen, hogy akkor a méze mi a jó, mi a nem jó, ha kristályosodik, nem kristályosodik, azt is mondjuk el, hogy amikor elkezd kristályosodni, valójában egy jó jel. Nincs azzal semmi baj, tehát egy jó méznél ez előbb-utóbb bekövetkezik. Biztosan láttátok már, amikor van olyan, ami szinte fehér az üvegben, az a repceméz, az két hét alatt még a hordóban is bekristályosodik. Úgyhogy a feldolgozáshoz eleve ki is kell melegíteni, különben nem tudjuk üvegbe tölteni. De pont ez a repceméz az, amit egyébként gyomorsav csökkentésre, tehát itt újra bejön egy gyógyhatása, hogy gyomorsav csökkentésére kifejezetten ajánlott. Ugye, amit említettük, a hárs, ez a légutiaknak, viszont itt van egy másik, színében nagyon közel hasonló, igen, ez a selyemfűméz. Akkor megmondhatom. Most akkor én kóstolom. Én is meg fogom kóstolni, mert nekem a selyemfű és a gesztenyeméz a kettő, igen, amit a legjobban szeretek. Ez vérnyomás szabályozásra ajánljuk, igen.
És mondjuk, amikor az ember gyógynövényként, vagy gyógytermékként tekint a mézre, akkor mennyi idő után számíthatunk hatásra? Tehát akkor betartjuk azt, amit a Zsófi mondott, hogy napi egy kanál mézet fogyasztunk, és mondjuk, ha a vérnyomásomat szeretném vele szabályozni, akkor ez egy hónap körülbelül? Vagy... Legalább azért. Tartós, én igazából tartós fogyasztást ajánlok. Persze lehet az, hogy mondjuk a nap egyik szakában a selyemfüvet, másikban egy másik mézet, tehát én mindenképp azt javaslom mindenkinek, most attól függetlenül, hogy nekünk ugye ez egy termékünk, hogy a mindennapi fogyasztásban legyen benne, így ahogy a Zsófi is mondta, hogy az a napi egy teáskanálnyit, ennyit adjunk meg a szervezetünknek, de igen, kell azért legalább egy hónap. Érdekes, hogy azért a méznek ez a jótékony felhasználása, ez valahogy kikopott mostanában a hétköznapi köztudatból, mert amikor én gyerek voltam, például a propoliszt, az én szüleim, ugye, az egy olyan immunerősítő gyógyszer volt, amit diktáltak bele, minden nap kellett. Ma már vadászni kell a propoliszt, hogyha szeretném alkalmazni, és hát ugye ugyanez a mézzel. De most mit találtál? Én kinyitottam ezt, hogy ez vajon ez mit tud, megmutatjuk a nézőknek is, igen, hogy ez egy ilyen sötét bordó méz, erről mit kell tudni, vagy ez mit tud, milyen az méz? Az alapja a már részben említett repce, illetve azért adunk hozzá más mézet is, hogy folyékonyabb maradjon, illetve liofilizált fekete ribizli van abban az üvegben. Azt a mindenit, úristen! Elájulunk. Ja, a ribizlit, fekete ribizlit, immunbomba. Abszolút, ezért is, tehát sokan nem szeretik, mert nagyon savanyú. De hát mézzel már ez nem lesz savanyú, viszont az egyik legértékesebb bogyós gyümölcs, ugye az antioxidánsai miatt, vitamintartalom, ásványi anyagtartalom miatt. A legfinomabb gyógyszer, ami létezik. Igen. Ugye ezt csak... elkanalazgatja az ember, ugye? Néhány százaléknyi liofilizált gyümölcs van benne, de ugye ez üvegenként körülbelül egy ilyen terméktől függően 40-80 g friss gyümölcsnek felel meg, tehát ami be se férne egyébként az üvegbe friss állapotban. Ugye a téli időszakokban ezekhez nehéz hozzájutni, a lekvárokkal ellentétben a liofilizált az ugye jobban megőrzi a tápértékeit, vitaminjait. Igen, mert ugye hőkezelést nem kap, hűtve szárítjuk, vagy fagyasztva szárítjuk. Tehát hogy ugye tudjuk azt a fagyasztott zöldségekről is, hogy mindent azonnal megtartanak. Szinte mindent. És hogy ti egy családi méhészet vagytok, igaz? Igen, igen, igen. Melyik területen, merre felé gyűjtik a méhek ezeket? Észak-Borsodban van az édesapám méhészete, hát ő most már azért, nem titkolom, tehát 82 éves, nem ma kezdte a szakmát, ez körülbelül azért ilyen 60 éve, tehát ilyen fiatal férj volt, amikor az első családot így befogta, és akkor azóta ez folyamatosan van, én ebbe beleszülettem. De sikerült megtartani a szeretetet, ez egy nagyon fontos dolog, nem? Tehát, hogy nem kellett téged nagyon győzködni, vagy igen, hogy ezzel foglalkozz? Szerintem győzködni nem, azért, mint a legtöbb tinédzser egy idő után szerintem egy ilyen vidéki környezetből, vagy az otthoni megszokott dolgokból elvágyódik. Meg igen. Hát amikor én még ilyen nagyon fiatal voltam, az még a rendszerváltás előtti időszak volt, amikor azért a mezőgazdaság nem nyújtott perspektívát senkinek, úgyhogy mondták a szülők, hogy menjél tanulni. Mentem is, de aztán utána később csak visszakanyarodtam ide, és nagyon így nehéz. Így tudott átformálódni egy egészen más termékké, ugye, a mézete. Igen, mert korábban hordósan adtuk el, ugye ez volt az a bizonyos javító méz, ami jellemzően egyébként a német piacra ment. Mai napig is egyébként a magyar mézeknek a 80%-a az a nyugat-európai, elsősorban a nyugat-európai piacra, tehát Németország, Anglia, Franciaország, Olaszország az elsődleges felvásárló. De mit tud a magyar méz? Tehát, hogy mitől tud jobb esetleg? Vagy jobb? Bocsánat, kis mézet ajánlhat? Egy kis mézet ajánlhat. Közelít közben találtam, én azért itt rárepültem, aha, hogy tokai csilis méz. Hogy elképzelem mondjuk valami sajtra így rálocsolva, tehát ezekkel azért kulinárisan is lehet játszani. Bocsánat, közben térjünk vissza, nem kalandozok el. Igen, annak nem tudtam ellenállni, hogy most ne hozzam el, de azért óvatosan. Igen. Chip? Igen, nagyon chilis. Chip, mert úgy próbáltuk a chipösségét beállítani, hogy azért ezt jellemzően magában nem fogyasztjuk, hanem valamihez hozzáadva. Mostantól átveszitek. Nagyon is csípős, de nagyon jó egyébként, tehát nagyon el tudom képzelni. Valamihez hozzátesszük, akár húsokhoz, sajthoz, vagy egy vajba bele lehet keverni, és akkor
bocsánat, soha. Ja, nem, egyébként nagyon finom, meg hát, hogy a csili van ráírva, akkor azért a többség azt várja, hogy csípjen. Úgyhogy... Tényleg brutálisan erős. Nagyon erős, igen, de nagyon finom. De hogy ez legközelebb milyen csili van ebben, mert egy ilyen kis füstösséget is, kettőféle van benne, igen, a... Habanero az egyik, és egy nagyon pici búti alakja. Uh-huh. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon finom. De visszatérve akkor a magyar mézre, hogy mit tud a magyar méz, és mitől lesz magyar a méz? Nagyon szigorú uniós szabályok, tehát persze az unión belül nyilván a többi termelőre is vonatkoznak az uniós termelési szabályok, tehát főleg az állategészségügyre gondolunk, hogy milyen készítményekkel lehet kezelni, értelemszerűen termelési időszakon kívül a méheket. De attól nagyon jó, hogy nagy mennyiségben áll rendelkezésre, ugye betartott szabályok mellett, míg azért jelen Németországban, Franciaországban inkább csak ilyen hobbi méhészetek vannak 5-10 családokkal, amiből azért ugye most mennyiséget nem lehet produkálni, nem gazdaságos, se az ipar számára, se felvásárlók számára, mert kiutazni valakihez megnézni, letesztelni a mézeket, azért ezek laborba kerülnek utána, már aki akar komolyan gondolkodni. Még nagyon érdekel, hogy ez a monoméz, tehát hogy egy növényes, hogy képzeljük el? Tehát ezt lehet szabályozni, hogy akkor a méhraj mondjuk nem tudom, csak hárs erdőbe, igen, vagy csak hogy nem kerül bele más növénynek. Igen, és úgy szabályozzuk, hogy oda utazunk velük a méhekkel. Utaztatjátok őket, igen, tehát ez egy ilyen méh. Igen, vándorméhészetnek, vagy a nyugaton ilyen nomád méhészetnek, vándorméhészetnek hívják ezt, hogyha mondjuk ilyen május tájékán például ti is szoktatok járni itt ott az országban, akkor ezt láthatjátok bárhol, az akácos mellett kitelepült méhe, és utána a méhek már teszik a dolgukat, tehát őket ennyivel lehet segíteni, hogy közel visszük. Megmutatjuk, hogy itt, igen, itt onnan kell dolgozni, ez a munkaterület. Itt a levendul a mező, vagy ott van, a hás. Így van. Tehát. Nagyon szépen köszönjük, nagyon sajnálom, hogy el kell köszönnünk, mert rendkívül érdekes dolgokat meséltél, ugye egy olyan egyszerű dologról, amiről azt gondoljuk, hogy a méhek előállítják, igen, nekünk, igen, és nincs is vele dolog. Hát itt látszik, hogy mennyi mindent ki lehet hozni. Megyünk a konyhába, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.